Az Apatini Sztefán Krisztics alapfokú zeneiskola 1949 óta működik. Az intézménynek jelenleg 172 tanulója van. A gyerekek 12 hangszeren tanulnak játszani. A célunk, hogy a gyerekekben felébresszük a zene iránti szeretetet. A versenyek azért fontosak, hogy halljanak rólunk. Diákjaink a legrangosabb versenyeken vesznek részt, mint amilyen a zeneiskolák köztársasági versenye, valamint a zene- és balettiskolák fesztiválja, de eljutottak már nemzetközi versenyekre is. Antalovics Éva zongoratanárnő is több versenyre vitte diákjait az idei tanévben. Kezdeném a köztársasági versennyel Beográdba. Ott részt vett Rákics Szófia, második helyezést kapott, Guzman Széna szintén második helyezést kapott. Azután voltunk még szeptemberben Hajóson, Magyarországon, egy barokk versenyen, ott Guzman Széna szintén második helyet kapott. Ez nagy elismerés számomra. A harmadik verseny Bácska Topolyán volt, sokan mentünk, négykezessel, Teodor, Zsivu Teodor és Szilagyev Zalán első díjat kapta 99-es pontszámmal. Ugyanoda őket, ugyanőket elvittük Magyarországra, Pomázra, ahol második ezüst plakettet kaptak. A gyerekek számára nagy élmény volt megtapasztalni az együtt muzsikálás örömét. Játszottam az All American Hometown Bandet, és játszottam a Scarlet Heartot. Nekem a Scarlet Heart volt a kedvencem. Milyen érzés az, amikor az ember első helyezést ér el? Nagyon jó, nem tudom elmondani. Nekem azt tetszik, ahogy a Teóval együtt játszunk, figyeljük egymást, hogy hogy játszunk, meg minden ilyen. Hát sokat kell ehhez gyakorolni, és szoktam is. A Teóval egymásra szoktunk is menni a házhoz. Az Apatini Zeneiskola 1993-ban nyitotta meg Kupuszini kihelyezett tagozatát. Az idei évben a fúvós tanszak diákjai közül Friedrich Péter és Friedrich Alice két-két első, Molnár Zsolt egy első és egy harmadik, Buják Róbert pedig egy harmadik díjat kapott a legrangosabb országos megmérettetéseken. A hagyománya már eleve a Kupuszinának olyan, hogy a fúvózenekar azt mindenki tudja, hogy ilyen kis környezetben, tehát Vajdaságban, ilyen kis környezetből egy 45 tagú fúvózenekarunk van a faluban, ami hát ritka, illetve párját ritkítja. Valószínű, hogy minket a diákok látnak, mint példaképeket, ilyen hangszeren akarunk játszani, és akkor eljönnek hozzánk a zeneiskolába ezt megtanulni. A tanárok szerint az Apatini és Kupuszini gyerekek legtöbbje szeretettel jár a zeneiskolába, és az odaadó fegyelmezett gyakorlás mindig meghozza a kívánt eredményt.